Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek, ez az Ez így oké, itt a Petőfi TV-n, és ma egy olyan témánk lesz, amit azt gondolom, hogy évszázadok óta hajszolunk, de lehet, hogy most már évezredek óta is hajszolunk, ez pedig nem más, mint a fiatalság. Mert azt gondolom, hogy ha az ókori görög kultúráig visszamegyünk, már ott is volt a fiatalságnak egy kultusza, és ha megnézzük a napjainkat, akkor azt érezzük, hogy a fiatalságnak mintha még nagyobb kultusza lenne, szinte már mindent fiatalok reklámoznak, még azoknak a hölgyeknek is a szemránc talanító krémet, amit mondjuk az 50-es korosztálynak gondolnak, azt is hirtelen egy olyan, mondjuk késői 20-as, kora 30-as hölgy reklámoz a tévébe, de miért ragaszkodunk ennyire a fiatalsághoz, miért üldözzük a fiatalságot, hát ezt próbáljuk ma este majd megfejteni, de természetesen nem egyedül teszem ezt. Itt van velem Zoltán Erika, szervusz, jó estét! Szép jó estét! És Nagy Petra, szia, jó estét kívánok! Szia, jó estét! Nektek volt olyan, hogy a korotok miatt megkülönböztetésért? És itt most feltétlenül nem arra értem, hogy mondjuk az idősebb korotok miatt, hanem akár fiatal korotokba is, amikor ugye azt mondják, hogy á, fiatal vagy, te még ehhez nem tudhatod. Kicsi vagy te még. Tudom, hány ilyet ismerünk? Tudom, hogy Petra udvarias, mert hogy a fiatalságot ő képviseli, én azt, aki hajtja. De szerintem akkor kezdje ő, mert kíváncsi vagyok. Igen, hát nekem saját magammal kapcsolatban voltak ilyen felvetéseim, amikor elkezdtem a pszichológus pályát, hogy ugye a fiatalsághoz, meg az idősebb bölcsebb korhoz mind-mind társítunk bizonyos értékeket. És például tipikusan a bölcsesség, a jártasság, a kompetencia, azok mind-mind olyan értékek, amiket valahogy így ahhoz társítunk, hogy ahogy telik az élet, úgy egyre több tapasztalatra teszünk szert, és akkor ezeket minél inkább beépítjük, és így alakul ki egy bizonyos bölcsesség. És volt egy ilyen félelmem saját magammal szemben, hogy így a kliensek szempontjából ez hogy fog megjelenni, hogy én túl fiatal vagyok, de egyébként soha semmilyen ilyen visszajelzés nem érkezett, sőt, mindig meg is kérdeztem, hogy ez mennyire szempont, amikor mondjuk például pszichológust választanak, de egyáltalán nem jelent ez meg, mint negatív megkülönböztetés, úgyhogy én egyelőre ezt megúsztam. Örülök, hogy ezt mondod, mert gyakorlatilag ezt inkább nekem, tehát tőlem lett volna jogosabb, hogy elmondom, hogy ahogy ugye az emberre telik az idő, egyre bölcsebb, egyre tapasztaltabb, ettől talán az ember úgy érzi, nem kell annyira hajtani a fiatalságot, mert fiatalon, tehát ez nagyon sokszor felmerül, hogy szeretnénk-e még egyszer 20 évesek, 29 évesek esetleg lenni. És én mindig azt mondom, de szerintem ez hál' Istennek nálam egy nagyon pozitív genetikai kód, hogy én soha nem mennék vissza, mert azóta annyi minden történt velem, hál' Istennek, sok jó, tehát sokkal több jó, mint rossz, hogy ezeket mind megéltem, ezek mind benne vannak az emlékeimbe, a tarsolyomba, a tapasztalati kis kosárkámba, amitől egész másképp vélekedek bizonyos dolgokról, és ezeket nem adnám vissza. Persze sokkal jobb lenne olyan friss 20 éves ropogós külsővel rendelkezni, amit az egy másik témakör, ugye, hogy a nők, de szerintem tapasztalataim alapján már nem csak a nők, hanem a férfiak is ugyanígy hajszolják a külsőséggel, ben megjelenés. Ez egy nagyon fontos perspektíva, hogy most ugye azt hoztuk be, hogy milyen emberi értékekkel gazdagodunk, de ugye ezek abszolút ilyen láthatatlan javak, és akkor ott van a másik kosár, a külsőségek, igen, ami látszik is, és az meg abszolút más kérdéseket vet fel. Erika feldobott egy kérdést, amiben engem is foglalkoztat, hogy mit hajszolunk mi? A fiatalos külsőt, vagy a fiatalos lelket? Mert azt gondolom, hogy a kettő nagyon különböző. Tehát az, hogy én lélekben fiatalos vagyok, és mondjuk még 60-70 évesen is nyitott vagyok a tehát világra, ezt nyitott vagyok az újdonságra. Tehát ez vagy hát benned az, van, hát igen, ha ilyen lelkületű vagy, mert ugye erre van megint ez a közhelyes mondás, bár igaz, hogy mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, bár ez nem igaz, de ez jelzi azt, hogy ahogy élsz, amilyen a lelked belül, amilyen habitusod van, amekkora energiákkal rendelkezel, akár 30, akár 60 évesen, azért az sugárzik belőled mindenféleképpen. Igen, azért ez nagyon fontos, hogy valamilyen személyiségvonás készlettel megszületünk, és ezek predesztinálnak minket arra, hogy milyen irányba fogunk elmenni, akár ennek tekintetében is, hogy hogyan fogjuk fel azt, hogy múlik az élet, telik az élet. Vannak bizonyos személyiség típusok, amik fogékonyabbak arra, hogy mondjuk ezen beszorongjanak, meg vannak olyan személyiség típusok, akik abszolút a pohár félig tele van, és akkor hú de jó, hogy megéltem ennyi mindent, és milyen sok pozitív én erőre tettem szert. De ennek abszolút köze van ahhoz, hogy milyen személyiségvonásokkal rendelkezünk, meg hát persze az a kultúra, meg az a szociális közeg, amiben létezünk. Itt nyilván ez alatt értem a mikrokörnyezetet is,
ami a családunk, tehát a családunknak is van egy saját kultúrája, hogy hogyan fogja ezt fel, ezt az egész témakört, a barátaink, és hát a makrokörnyezet is, tehát hogy a kultúra, az ország és a világnak épp milyen a nézete. Nagyon fontos, hogy milyen szakmai területen él az adott ember, mert most ha specifikusan rám gondolunk, akkor én egy olyan életet élhetek, hál' Istennek, amiben számít, mert hogy ne számítani akkor, de hogyha olyan eredmények vannak egy előadó mögött, mint amit hál' Istennek én fel tudok mutatni, akkor az én esetemben én azt tapasztalom, hogy nem számít. Tehát ugyanúgy szükség van az én jelenlétemre, az én dalaimra, és ha az én dalaimra szükség van, akkor addig, amíg vagyok, addig rám is szükség van hozzá, mert úgy a leghitelesebb. Tehát speciálisan én nem érzem azt, hogy én bárhol azért hátrányban részesülök, mert már bőven félig tele a pont. Mit gondolsz, hogy neked egy előny vagy egy hátrány az, hogy te a pályád során folyamatos visszajelzést kaptál arról, hogy nézel ki? Mindig azoknak az embereknek a véleményére figyeltem oda, akik tudtam, hogy pozitívan állnak hozzám. Tehát azok az emberek, akik soha nem szerettek, azoknak a véleményére soha nem is voltam kíváncsi. Ez szerintem egy egyszerű és klasszikus önvédelem, főleg ha olyan területen élsz, ahol egyébként is mindig bombáznak a kéretlen véleményekkel, ha akarod, ha nem. Ez az elmúlt 10 évben aztán hihetetlen méretűvé lőtte ki magát. Tehát az embernek mindig azzal kell foglalkoznia, azzal a véleménnyel, arra kell odafigyelni, ami építő jellegű. Szerinted te könnyebb helyzetben vagy, mint egy színésznő? Most mind a ketten előadó művészek vagytok. Egy énekesnek könnyebb, mint egy színésznőnek? Mert színésznők nagyon sokat panaszkodnak arra, hogy valahol nekik ott 40 körül bezárul egy picit a világ, és aztán majd 55 körül nyílik ki újra, mert kiesnek egy szerep körből, hisz hát a koruk, ahhoz, miatt, a koruk miatt ahhoz már túl öregek, de még nem elég öregek ahhoz, hogy aztán olyan szerepeket játszanak, amik mondjuk ez ilyen... Biztos, hogy sokkal nehezebb. Biztos, hogy sokkal nehezebb a helyzetük, mert hogy nem a saját karakterüket élik, hanem mindig egy bizonyos karaktert kell megformálniuk. De ezt hogyha elmegyünk a nagy hollywoodi filmek sorába, akkor is láthatjuk, hogy vannak ideig óráig hihetetlen divatos színészek, színésznők, és egyszer csak úgy eltűnnek, és eltelik egy kis idő, amikor vagy van kedvük, vagy nincs kedvük, vagy végre megtalálta őket megint egy szerep, mert beleértek abba a korba. Szerintem sokkal nehezebb színészként. Egyébként ez egy nagyon fontos témakör, amit behoztál ezzel, hogy ugye a munkában megélni azt, hogy elfogadnak, meg hogy alkotsz. Ennek például nagyon nagy köze van így pszichológiai szemszögből ennek az egész öregedés témakörnek az elfogadásához. Van egy elmélet, az a neve egy pszichoszociális fejlődés elmélet, és az azt mondja ki nekünk, hogy bizonyos szakaszokra bontható az emberi élet, és minden egyes szakasznak megvan a maga kihívása. És a maga hát ilyen nehézsége, a harca, amivel meg kell birkóznod. És akkor, hogyha sikeresen teljesíted ezeket az adott szinteket, akkor jutsz a következőre, és akkor az egészséges személyiség az így fog kialakulni. És a felnőtt korban ez a kihívás, ez a generativitás, produktivitás versus stagnálás, és ez pont ezt mondja ki, hogy mennyire vagy képes arra, hogy alkoss, és ez több mindent behúz, egyrészt a gyerekvállalást, annak a nevelgetését, hogy ott egy olyan produktumot, egy olyan lenyomatot hoz létre, amire visszatekintve azt mondhatod, hogy megérte élni. Másrésztről pedig, hogy milyen ráhatásod van így a társadalomra, az emberekre, a munkádban mennyire vagy sikeres, produktív, mennyire fogadnak el, és nagyon-nagyon nagy konfliktusokat okoz, hogyha valaki úgy ítéli meg azt éli át, hogy ez nem sikerül, és pont ez a legnagyobb kihívása így a felnőtt kornak. Aztán, hogyha sikerül, akkor az egy nagyon pozitív énerő, és ha nem, akkor meg... Az egész, hogy a Petrának is akarok mondani valamit erre, és előtte az Erikának is akarok mondani, mert hogy igen, hogy a színészeknél ott van a szerep, de nálatok is ott vannak a dalok. És hogy nem érezted soha úgy, hogy van hogy olyan dal, amit... Kellene. Hát gyerekek, ezt én már nem éneklem el, mert ez már olyan hülyén néznek ki, ha én ezt énekelném a színpadon. Valahogy én azt tapasztalom, hogy a dalok
élnek egy életet, és én adtam életet, tehát valahol ez mind a gyerekeim, tehát én adtam életet ezeknek a daloknak. És a dalok, mivel most már a negyedik generáció körülbelül, ami az én kezdeteimhez képest viszi és szereti és ismeri ezeket a dalokat, és ők szeretik, tehát amikor én ott állok egy közönség előtt, ahol több a lányom korosztálya, vagy még fiatalabbak, akkor azt látom, hogy itt nincs baj, tehát ők szeretik ezeket a dalokat. Mi is bulizunk a zenédre. Köszönöm szépen. És azt szeretik, hogyha az eredeti előadótól hallják. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon nagy divatja lett annak, hogy feldolgozzunk dalokat. Jó, ez is kell szerencsém, mert az embernek jó dalainak kell lennie, mert igen, a pályája hát elején is, hogy legyen, hova mondom, hogy az én életemben a legnagyobb része a szerencsének. Tehát jókor voltam, jó helyen, mindazonáltal, hogy erre fel kellett készülni, és ezeket meg kell tudni csinálni, végre kell tudni hajtani, hosszú éveken keresztül meg kell tartani, de jó dal nélkül nehéz. És most visszatérve Petrára, aki azt mondta, hogy minden életszakasznak megvannak a kihívásai, de hogy mennyire borulnak fel ezek a kihívások? Mert hogyha most én a social felületeket nézem, akkor azt látom, hogy az emberek nem igazán ezt az oldalukat szeretnék bemutatni, hogy a 30-as éveimben nekem sikerült elérnem a családot, reprodukáltam a csodálatos génjeimet, ez történt, a munkában sikeres vagyok, a karrieremben egy újabb fordulatot tudtam venni, és jó irányba, hanem alapvetően sokkal inkább szól a külsőségekről, mint a belső tulajdonságainkról. És azt mondhatnánk, hogy egy tizenévesnek még normális, 20 éves korban, miről szólna a világ, hogy jól nézünk ki, fiatalok vagyunk, de most azt látjuk, hogy egy 30-asnak, sőt egy 40-esnek is erről szól az élet. Hány képet lehet találni, vagy mini videót, ahol a lány beáll a mamája mellé, és akkor kiírják, hogy én 22 éves vagyok, a mama meg 40, és hogy hát úgy, ahogy meg se lehet minket különböztetni egymástól, hát szinte másfél év. Na, hát... Hát kimondtad a kulcs szót, hogy ezek a külsőségek, de nem hiába van tele a praxisom, szóval az meg, hogy így belül mit élnek meg az emberek, és mennyire szoronganak, az egy tök más kérdés. Tehát attól függetlenül, hogy most épp ez a társadalmi nyomás, hogy csili-vili élet, és akkor ezt mutatjuk, mert az mennyire király, hogy úgy nézek ki, mint az anyám 20 évesen, vagy az mennyire király, hogy ő úgy néz ki, mint én. Attól függetlenül az emberek érzik tudattalanul, hogy nem itt kéne tartani, úgymond. Tehát, hogy így lennének feladatok, amiket ki kéne pipálni, meg teljesíteni kéne, és rettenetesen szoronganak az emberek. Nagyon sokan nem is tudják megfogalmazni, hogy mitől szoronganak, de hát pont attól, hogy abszolút fel vannak borulva ezek a szerepek, ezek a feladatkörök, és nem a dolgunkat csináljuk. Észrevettétek, hogy eltűntek a korok? Még régen újságban is megírták zárójelbe valaki mellett, hogy hány éves, és ma már senkiről nem írjuk meg, hogy hány éves, lehet találgatni, föl lehet menni az internetre, ott se találja meg az ember, mert ott se írja ki, és most nem csak nagy sztárokról beszélek, hanem hétköznapi emberek, ha megnézel egy Facebook profilt, egy közösségi oldalat, biztos, hogy ott számon. Lehet, hogy igen, lehet, hogy hónapnak van, de az évszám hát igen, mert a köszöntést azt szeretnék, tehát hogy azért azzal köszöntsenek fel, hogy jaj, édesem. Hát mert népszerű vagy, minél többen felköszöntnek, annál népszerűbb vagy, ez is nyilván egy külsőség, az, hogy a való életben 0 darab értelmezhető emberi kapcsolatot tud felmutatni, az... Jó, de miért félünk ennyire a korunktól? Tehát miért félünk odaírni, hogy gyerekek, én ennyi vagyok? Én ezt azért nem tudom megmondani, mert én vagyok a negatív példai, vagy pozitív, én inkább pozitívnak mondom. Én mindig felvállaltam a koromat, hiszen annak idején én nagyon is büszke voltam rá, hogy 24 évesen elkezdhettem valamit, és az már sikeres, és onnantól kezdve nem volt visszaút, tehát nem... Miért titkolnám, fontos, mikor közben mindig megéltem ezeket az... Sikeres voltam, megéltem azokat az életszakaszokat, amit te most mondtál, hogy igen, ez gyakorlatilag zanzásítva, van egy, az egész életünk egy háború, ahol csatázunk különböző helyzetekben, és hogyha azokat a csatákat megnyerjük, időnként vesztünk, mert nem lehetünk mindig mindenben jók és sikeresek, de hogyha ha vannak nyertes csatáink, akkor az visz előre, és megy tovább. De most gondoljatok bele, hogy azért ez nem az átlag, hogy így okék vagyunk, tök jó, szeretjük, amit csinálunk, sikeresek vagyunk, és megéljük azt, hogy elfogadnak, mi is elfogadjuk magunkat, ez abszolút nem az átlag. Viszont egy olyan ember, aki nem ezt éli meg, annak ez nagyon nehéz ezzel szembesülni, hogy mondjuk vagyok 35 éves, aki egyébként szintén nem idős, meg semmi ilyesmi, de hogy nem
tett le semmit az asztalra, úgymond, mert közben meg ugye megvannak ezek az elvárások, hogy neked hol kéne tartanod 35 éves korodra, vagy 45 éves korodra, ezt is szintén formálja a kultúra, a társadalom. Inkább ezt lehet érezni, legalábbis én ezt érzem, hogy nem a teljesítménnyel akarjuk megmutatni, hogy hol tartunk, és akkor lehet, hogy én egy kicsit ilyen, ugye hát a férfiakra szokták mondani, hogyha... hogy az ördögnél egy fokkal szebb lesz, mondta mindig nagyanyám, az már tökéletes, mert egy férfi ne szép legyen, hanem okos. De hát ezt mondta mindig az én nagymamám. Igen, de pont ez az, hogyha ezeket, aminek lenyomata van arra, hogy be lehessen azonosítani, hogy te hol tartasz az életben, hogyha ezeket semmisé teszed a plasztikázással például, ez egy tök jó módszer erre, akkor azáltal megszűnik az is, hogy hogy a valós életkorodhoz milyen értékeknek kellene párosulni. Mert hogyha kortalanná teszed magad, kvázi, akkor nem lehet azt mondani, hogy hú, itt van egy 45 éves nő, és akkor hol tart az élete, mit pipált ki úgymond ezekből az életfeladatokból, mert hát azt hiszed, hogy annyi idős, mint a 22 éves gyereke, ugye te példáddal élve. Tehát, hogy ezzel is ki tudnak bújni az emberek a koruknak a felelőssége alól, hogy kortalanná teszik magukat tulajdonképpen. Tehát ez abszolút így van. Mit gondoltok, és azt gondolom, hogy szerintem igen. Tehát majd ez lesz a válaszom az saját magam kérdésére, hogy a férfiak és nők között különbséget teszünk, és könnyebb, és most így könnyebb a férfiaknak? És akkor én azt mondom, hogy igen, igen. Ez így ebben a formában tényleg abszolút igen a válasz, de ráadásul ez is egy ősidők óta igaz tény, hogy a férfiaknak tényleg jól áll a korosodás. Tehát addig, amíg a nőken már elkezdjük keresni a kákán is a csomót, hogy itt miért van egy ránc, ott miért van, hát azért van, mert eltelt egy kis idő, és valóban nem kell mindig mindenbe belenyúlkálni. Ma már vannak egyébként a késen kívül rengeteg baromi jó megoldás. Nagyon de a férfiaknak tényleg, tehát én rengeteg kollégámmal, amikor találkozom, vagy régi baráttal is, igen, egy pasinál olyan jól áll neki, hogy már nem az a kis csikó, hanem nagyon fontos ilyen evolúciós pszichológiai kérdéseket feszegetünk ezzel, mert hogy ennek abszolút köze van a párválasztáshoz, meg az egész szexuális működéshez tulajdonképpen, hogy ugye mi alapján választunk párt, és hogy miért nem számít egy férfinak a kor egy nőnél, viszont annál inkább. És hát ez az, hogy ugye a nőknél a fiatalság az a termékenységet jelöli. Ugye a nőknél megvan az adott időablak, hogy meddig termékenyek, a férfiaknál azért ez kitolható. Látunk is erre. Hát Al Pacinót ismerve egészen szerintem 100 éves korig. Extrém példákat. És akkor emiatt a nőknél pláne felértékelődik a kor, hiszen tulajdonképpen addig tudod teljesíteni a rád szabott feladatot, amíg termékeny vagy, és addig vagy termékeny, amíg fiatal vagy. Viszont a férfiaknál ez abszolút irreleváns. És ez szerint, tehát hogy ez a párválasztásban így képeződik le, hogy ugye a nőknek biztonságra van szüksége, azt az egzisztencia fogja megadni, meg bizonyos olyan jellemvonások egy férfi részéről, ami által én úgy érezhetem nőként, hogy ha szülök neked egy gyereket, akkor te gondoskodni fogsz rólam, az utódról is túlélünk, mindenki boldog, tök mindegy hány éves vagy, a lényeg, hogy érezzem magam biztonságban. Ha meg egy férfi választ párt, akkor nektek meg azt kell nézni, hogy oké, ez a nő mennyire egészséges, mennyire lesz képes ugye kihordani a gyereket, megszülni, és utána nevelni, és ezek belénk vannak programozva, még akkor is, hogyha sokan most már nem akarnak gyereket, stb., és nem ebben képeződik le, de ez irányít minket. Szóval végül is kijelenthetjük, hogy mi férfiak tehetünk az egészről, mert a nők csak kívánatosak és fiatalosak szeretnének lenni. Mi azt gondoljuk, hogy még utódokkal látnak el minket, igen, hogy a belső agytekervényeinkre hassanak. Beszéljünk még itt egy fontos kérdésről. Van a kapuzárási pánik. Ugye ezt férfiak már szokták jelezni, hogy minél nagyobb sportautót vesz, onnan lehet tudni, hogy valami már nincs rendben, van ez a könnyed bamon. Amiben egyébként beszállni is nehezen. Motoros jogsi, igen. Ez tényleg, most egy klasszikus példa. Így van, abszolút, hogy minél nagyobb motorokra felülni.
A nőknél talán ez egy picit másképp van, mert ott vannak biológiai jelei is erősen annak, hogy nálunk mikor... Hát nem csak jelei, hanem tények, amiket átélünk. Jó, én ilyen finomakra akartam mondani. De élethelyzetek ez... ugye egy következő élethelyzet. Szerinted mind a két nemnél azért viszont megfigyelhetjük, hogy van kapuzárlási pánik. Még a férfiaknál is, akiknél mondhatnánk azt, hogy hát sokkal kiebb tolódik az, hogy meddig érezheti magát potensnek, agilisnek. Igen. Hát ennek pont az a fejlődési szakaszhoz van köze, amit említettem pár perccel ezelőtt, hogy abszolút egy kihívás az, hogy elértél valamit, csináltál valamit, alkottál valamit, vagy nem. És itt mindig az a lényeges, hogy számodra, tehát hogy számodra valami fontosat tettél le, így az életedben, vagy sem. És ugye minél inkább haladunk előre az életkorban, egyre inkább érzed, hogy erre kevesebb lehetőséged lesz. Mert öregszik a test, szűkülnek a lehetőségek, és ezt nagyon-nagyon nehéz megélni mind a két nemnél, és ez tényleg így van abszolút, hogy a nőknél is jelentkezik, nem csak a férfiaknál, csak hát másban mutatkozik meg. Gyakorlatilag ez, visszatérhetünk arra az alapkérdésre, hogy mennyire sikeres az életet, mennyire érzed úgy mondjuk 60 év tájékán, akár nő, akár férfiként élet az életet, hogy már úgy rendben vagy. Tehát, hogyha visszanézel, akkor azt tudod mondani, hogy büszke vagyok arra, amit végigcsináltam, mert akkor nem gondolom azt, hogy az ember rosszul éli meg azt, hogy a 60. gyertyát is el kell fújnia, vagy az 59-et, most tök mindegy, tehát amikor már valóban nem mondja rád, már egy 20-25 éves csókolommal köszön, és akkor az ember úgy érzi, hogy igen, ez egy másik életszakasz, más... Azért az első csókolom azért az borzalmas, azért valljuk be, azért... Nekem is köszönnek az egy mély ütés. 20 évesnek is köszön az óvodás csókolomot, úgyhogy igen, tehát ebből azért ne vonjunk le még következtetéseket, de az életed jó pályán haladt, és tényleg vannak sikereid, amit te sikerként élsz meg, akkor egész másképp éred meg, akár a menopauzát, akár a kapuzárási pánikot. Na és akkor szerintem itt fel is dobtad azt, hogy mert akkor ezre azt fogod mondani az én kérdésemre, hogy természetesen igen, hogy lehet-e méltósággal megöregedni, láttatok erre példát, akár férfiben, akár nőben, én tudok ilyen példákat még a saját környezetemből is, és szerintetek mi kell hozzá, hogy valaki méltósággal tudjon megöregedni? Nekem van egy válaszom, de előbb szeretném hallani a tieteket, és akkor utána azt mondom, hogy nem. Hát szerintem mindenképpen reális énkép kell hozzá, meg egy megfelelő mértékű önbecsülés, önértékeléssel párosítva. Szóval mindennek ez az alapja, hogyha ez rendben van, akkor tudod, hogy ahol vagy, az egy jó hely, jó pozíció, amit tudtál, megtettél, megteszel, és hogy igazából nem ettől függ egy embernek az értékessége. Maximálisan egyet értek Petrával, bár gyakorlatilag ebben a gyakorlati részében ugyan én vagyok, aki benne van maximálisan. Én a saját lelkületem szerint éltem mindig, én úgy gondolom, hogy én egy örök optimista, mindig jó kedvre törekvő, pozitív ember vagyok, aki így éli az életét. Tehát nekem a nagymamám, aki sajnos 85 évesen már itt hagyott, mindig volt egy kis halvány rúzsa száján, és szőke volt, és imádtam, és szerintem én az ő lelkét viszem tovább, mert valahogy rögtön, ahogy leérettségiztem, az első dolgom volt, hogy elmentem fodrászhoz, mert még akkoriban szigorú volt a gimnázium, és nem engedtek semmiféle hajfestést, és valahogy ez a lelkület az embert viszi tovább, aztán, hogy ez még mivel, hogy mit jelent az pontosan, hogy méltósággal megöregedni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdés. Ez egy, szerintem egy azon órákig még el lehetne beszélgetni, mert megint ez attól függ, hogy kit kérdezel meg. Nem értem az embereket. Amikor bármiféle, mondjuk aki elmúlt 40 éves, és valami hír kijön róla, és hát vállalhatatlan, amiket odaírnak az emberek, hogy ezt miért kell, ezt miért csinálja, hagyja már abba, tűnjön már el, fejezze már be. Mindenki fejezem be mindent. Miért? Tehát addig, amíg az egyik oldalon van valamire igény, akár arra, hogy valaki a színpadon legyen, akár arra, hogy végezze a munkáját, mert a pacientúrája kell, kikönyörgődj legyen, akkor miért kéne bármit is abba hagyni azért, mert van valaki, aki azt mondja, hogy nekem már elegem volt belőle. Tehát ez a méltósággal megöregedni kérdés, ez egy
nagyon-nagyon nehéz, mert ha akarunk, ha nem, akkor is öregszünk az életnek, ez a természetes rendje, és hogyha az életünket tudjuk úgy élni, hogy közben jól érezzük magunkat a bőrünkben, akkor azt gondolom, ez valahol egy megfelelő magyarázat arra, hogy, vagy megfelelő mód arra, hogy méltósággal öregedjünk. Ha szeretjük az életünket, akkor szerintem tudunk méltósággal öregedni. Így van. Tessék, így van. De cuki vagy. Méltósággal megöregedni egyetlen dolog kell, hogy szeressük az életünket, amit élünk, és akkor olyan nagy baj nem lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hát meg saját magunkat. Ennyi volt már az ez így, oké? Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szívesen. Azt gondolom, hogy a fiatalságot nem kaptuk el, meg se tudtuk oldani, de hál' Istennek ezzel úgy vagyunk, mint évszázadokkal ezelőtt. Tehát ők se tudták megfejteni, miért mi fejtsük meg. De az fontos, hogy méltósággal öregedjünk meg, azért az bármit is jelentsen, majd visszahívjuk Erikéket, és megbeszéljük. 20 év múlva, mert akkor lehet, hogy már lesz rá megoldás. Igen. Hát akkor már nem hozzám jönnek, de jönni fognak, mert lesz ez így, oké, természetesen a jövő héten is egy újabb izgalmas témával várunk mindenkit, ma estére búcsúzunk, sziasztok, jó éjszakát!